Sikerkovácsok. Egy podcast műsor, ahol Borsoda Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Szép napot kívánok hallgatóinknak, Csákó Attila vagyok. Köszöntöm a stúdióban Hercsik Dávidot, a mentócsoport társtulajdonosát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! ez a beszélgetésünk második része, a hallgatók meg tudják hallgatni az első részt a bónon, és igazából, mivel korábban az édesapja volt a vendégem, a generációváltással fogunk foglalkozni, hiszen ön lesz a két testvére mellett az, aki majd átveszi a mentó cégcsoportot. Az első részben a három lábról is beszéltünk, az agrárium, a hulladékgazdálkodás, és az építőipar, illetve arról is, hogy mennyire fogadják, fogadták el önt a beosztottai. Maradjunk ezen a síkon. Ön szerint milyen egy jó főnök, és ön milyen főnök? Ez egy nehéz kérdés. De én nem is igazából szeretem azt a szót, hogy főnök. Legalábbis az én fogalomtáramba ehhez inkább ilyen kicsit ilyen negatív nem tudom, előjelek kapcsolódnak. A főnök az valaki olyan, aki, aki oda van téve egy pozícióra, és akkor úgy, úgy, próbálkozik megmondani, hogy mi történjen. Én jobb szeretem, szeretném azt gondolni, hogy én inkább vezető, valamiféle vezető vagyok, aki, akinek a hát vannak olyan tulajdonságai legalábbis, ami, amiért a kollégái tudják tisztelni, és adott esetben föl tudnak rá, rá, ránézni. Hogy milyen egy jó vezető, hát mindenképpen olyan szerintem, aki, aki egyrészt szakmailag egy megalapozott tudással rendelkezik abban, amit, amit csinál, és az emberi tulajdonsága is képessé teszik arra, hogy a... hogy, hogy a körülötte lévő emberek tudja kezelni. Szóval egy vezetőnek szerintem egy nagyon komoly képessége az, mondjuk a feladatainak egy, egy, egy jelentős része, hogy, hogy, hogy emberekkel kommunikál, embereket kezel, he, helyzeteket kezel a saját és a, a kollega viszonylatában, meg a kollégák közötti viszonylatokban is. És ez sokkal több nehézséget okoz, mint amennyit gondol az ember első körben, szerintem. Nagyon fontos még az, hogy legyen, legyen egy hosszú távú víziója egy vezetőnek, és ezeket le tudja bontani rövid távú célokra, és, 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 konkrétan tudja kommunikálni és feladatokra felosztani azokat a, azokat a víziókat, amik, ami feladatok elvégzése eljuttat majd a, eljutatja a cégcsoportot, a csapatot a, a vízió felé. Tudnék még sorolni sok tulajdonságot, ami egy jó, vezetőt, jó vezetővé tesz, hogy én ilyen vagyok-e, Hát nagyon, nagyon törekszem rá. Egészen biztos, hogy nem én vagyok a legjobb vezető, mert mindenkitől van jobb, tehát ez, és mindig lehet egyre jobbnak lenni és én is követek el hibákat, mint ahogy, mint ahogy mindenki. De hogyha, hogyha megnézzük a, hát hogy mondjam, ha a tényeket nézzük meg, most vegyük a tényeket, mondjuk, hogy visszanézzünk 5 évre, 10 évre, 15-20 évre mondjuk a cégcsoportnak a, a méretét, a, a komplexitását, a pályáját, a fejlődési pályáját, akkor azért magunkhoz képest elmondható, hogy hogy egy, hogy egy szép fejlődési pályát jártunk be. Azért mondom, hogy magunkhoz képest, mert elsősorban mindig magunkhoz képest kell szerintem nézni a, a, a fejlődést, és nem a másikhoz vagy a konkurenciához képest. Természetesen meg kell nézni mindig a konkurenciát is, de elsősorban magunkkal kell foglalkozni. És hogyha magunkhoz képest nézem, akkor, akkor szerintem egy értékelhető fejlődési pályát jártunk be, és ebben a vezetőinknek többek között nekem is, mint egy ilyen első számú édesapám mellett ilyen, ilyen, ilyen első számú vezetőnek komoly feladat jutott. És hát azt gondolom, hogy ez véletlenül annyira nem sikerülhetett rosszul, hogyha a, a számokat, meg, a, meg, ezt a pályát megnézzük. De rossz vagyok az önmagam dicséretébe, tehát azt ahhoz se vagyok, ahhoz vagyok hozzászokva, hogy, hogy dicsérjenek, meg, meg, ahhoz se, hogy magamat dicsérjem. Édesapja szokta dicsérni? Nagyon ritkán, nagyon ritkán. Őszintén szólva, egész gyerekkoromban, meg fiatalkoromban is tényleg nagyon kevésszer, és egy darabig, amikor úgy erre, úgy, ebbe úgy belegondoltam, ez egy kicsit zavart, de ahogy egyre felnőttebb lettem, úgy mondom, ami már azért régen, régen volt, tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez nagyon nagyon jól tette. Nagyon jól tette, hogy, hogy nagyon kevésszer dicsért meg, és hogy olyan olyan módon foglalkozott velem, megtanított meg a dolgokra, hogyan tette, mert annak a, hát mondjuk ezt, hogy annak a, annak a hozzáállásnak, amit én, én tudok és tanúsítok a, úgy nagyjából a világ felé, meg a munka felé, abban van egy komoly szerepe az ő ilyen nevelési elveinek, és szerintem ez egy, ez egy nagyon jó döntés volt az ő részéről, hogy ezt így csinálta, és én ezért hálás is vagyok neki mondhatok egy saját példát, nekem két lányom van, most már felnőttek, de amikor picik voltak, ha elestek az utcán vagy bárhol, én például soha nem segítettem fel őket. Mindig azt mondom, hogy az életbe is el fogsz esni, és nem biztos, hogy lesz, aki felsegít. Most kérem főleg a hölgyeket, mert egy nő másképp van összerakva, mint én vagy sok férfi, de ettől én még szerettem őket, sőt azt gondolom, hogy ezzel próbáltam meg leginkább ö, azt mutatni, hogy küzdő típusok legyenek, ez csak egy szelete volt annak. Most nem azt mondom, hogy elesett és vérzett a térd, de akkor nem segítettem, vagy ha láttam, nagy baj volt, de ilyen kisebb megbotlásoknál nem, nem voltam partner a segítésben. Igen, Igen ezt, ezt osztom, ezt a, ezt a, ezt a nézetet, hogy hogy az életre kell megpróbálni nevelni a, 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 a gyereket, az embert, mert abban a periódusban lesz többet, ugye? Tehát egy, egy kis ideig vagyunk gyerekek, és sok ideig vagyunk felnőttek, sok ideig kell megállni a helyünket ebben a világban. És azt jobb megtanulni minél előbb, hogy, hát, hogy a dolgok nem jönnek maguktól, szóval hogy, hogy azokért dolgozni kell. Nyilván elvétve szerencse, ilyen vakszerencse, szerencse, az bekövetkezhet, lehet ilyet látni, de hosszú távú tartós sikereket azért az csak, az csak komoly munkával lehet elérni, én úgy gondolom. Az édesapjától kikéri a véleményét? Van, hogy kikérem, igen. Van, hogy kikérem. És mi van akkor, ha nem értenek egyet valamiben? Akkor a boss, már mint ő, akarat érvényesül, vagy meg tudja győzni? Ezt nagyon őszintén mondom, alig van ilyen, hogy ne, hogy ne tudnánk egyetérteni a kérdésekbe. Tehát üzletet érintő kérdésekben például. Ami például úgy működik nálunk, hogy mindenkinek megvan a saját területe, amiben napi szinten operatívan döntéseket hoz, és ezeket nem szoktuk egyeztetni egymással, mert annyi idő nincs, tehát hogy ez így ez nem, nem lehetne lehetséges. De stratégiai kérdésekben természetesen egyeztetünk, és ebbe azt gondolom szinte mindig konszenzus van, vagy ha, vagy ha, nincsen, akkor, akkor, akkor addig hogy mondjam, ütköztetjük ezeket az érveket, amik vannak neki vagy nekem, amíg, amíg találunk egy olyan megoldást, ami, ami mindenkinek elfogadható. Magánéleti kérdésekbe is kiszoktam kérni a véleményét, amikor, amikor olyan kérdés van, és azt kell mondjam, hogy sok esetben egyetértünk, vannak olyan dolgok, amikben nem, de azt gondolom, hogy ez normális, tehát az ember a szüleivel százszerzelékben általában nem ért egyet, és ez jól is van így. A, azon terület tekintetében, ami a munkát érinti, ott ne, nem igazán vannak konfliktusok, ilyen jellegű konfliktusok közöttünk. És a közvetlen munkatársai, vagy akár a cégcsoporton belül a, hierarhiában hierarchiában, mondjuk a legalsó szinten, és nem pejoratív értelemben mondom, de mondjuk a legalsó szinten lévő kollégák, Ötletére mennyire számít? Van-e ilyen, hogy elmondja Béla hogy szerinte nem ott kellene, nem tudom én tartani a marhákat, hanem a másik oldalon, vagy a valamilyen működés kapcsán felmerülő problémával? Főleg az érdekel, hogy a kollégáinak a véleményére, amikor összeülnek, akkor van-e olyan, hogy összeülnek és ott ötletelnek például? Természetesen van ilyen. Ugye mi ahhoz azért elég sokan vagyunk már, hogy mindenki véleményét én személy szerint meg tudjam hallgatni, és azt gondolom, hogy erre talán szükség sincsen. Az biztosított egyébként, hogy akinek van építő jellegű véleménye, hangsúlyozom, hogy építő jellegű véleménye, az, 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 az be tud találni az én irodámba, vagy az édesapám irodájába vagy valamelyik olyan vezető kollégánk irodájába, aki az adott területért felelős, és hogyha az olyan bizonyos rostákon átesik, akkor, akkor természetesen bekerül abba a, abba a tímbe, ebbe a vezetői tímbe, ahol ezekben a kérdésekben dönteni szokás. Azért azt nem úgy kell elképzelni, hogy minden kérdésben mi ketten döntünk édesapámmal, hanem van egy, egy vezetői garnitúra, és és hát alapvetően ővelük hozzuk meg a döntéseket, nyilván az adott szakterületi vezetőkkel természetesen. Durván olyan 500 embernek adnak munkát. Ez De összességében 500 igen. családot is jelent. Mennyire tudja még nyomon követni, hogy mondjuk a Targoncás Pista bácsinak unokája született? Vagy ez már akkora méret, hogy erre már nincs esély? Hát elvétve van erre esély, hogy mondjuk ilyen, ilyen dolgokat nyomon lehessen követni. Szűken szűkebben vett körben, tehát akikkel, akikkel, mondjuk így napi vagy heti szintű munkakapcsolatot tartok, ott ezeket a dolgokat természetesen lehet nyomon lehet követni, meg meg, meg, is szoktuk ezeket a, mondjuk úgy, hogy ilyen jeles eseményeket adott esetben meg szoktunk ezekről emlékezni. Van, hogy vezetőkkel, vagy nem csak vezetőkkel, hanem bizonyos kollégákkal, bizonyos körökben ugye különféle rendezvényeket tartunk, szervezünk. De azért ebben a méretben, hogy mondjam, azért ez nem könnyű. Nem könnyű. Én egyébként is nagyon rossz vagyok abból, hogy ezeket a jeles napokat megjegyezzem. Tehát, hogy a, még a családon belül is előszokott fordulni, konkrétan, hogy a saját születésnapomat elfelejtem, ha nem köszöntenek föl. Ebben nem vagyok az jó. Az még a jobb csak a házassági évfordulóját ne felejtse. Ezt vésve. Az édesapja és az ön vezetési stílusa módszerei között milyen különbségek vannak? Vannak különbségek? Vannak különbségek a módszerek között, meg a stílus között. Alapvetően az értékítéletben nem nagyon vannak különbségek, tehát a, a, az, hogy mi mit gondolunk helyesnek, vagy mit gondolunk egy jó iránynak, abban, abban egyetértés van. Stílusban van valamennyi különbség. Úgy tudnám ezt talán a legjobban érzékeltetni, hogy, hogy édesapám, ő, ő egy ilyen igazi, jó értelembe vett ilyen régebbi vágású, ilyen ösztönös vezető. Tehát, hogy ő úgy érzi, hogy mit kell dönteni, meg érzi a szituációban a, a veszélyt, a, az irányt. Erről beszéltünk is szerintem a vele adásban. Igen. Én inkább én egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen tudatosabb, ilyen megfontoltabb, ilyen higgadtabb. Alapvetően higgadtabb természet is vagyok, mint ő. Ő vehemensebb, én, én higgadtabb vagyok, és ez a vezetési stílusomra is érvényes, vagy kihat, hogy én egy kicsit meg, megfontoltabban hozom meg a döntéseket, és a, mondjuk úgy, hogy a, az emberi kollégális kapcsolataimat is ez jellemzi inkább, hogy talán egy kicsit tudatosabban, kevésbé ösztönösen cselekszem. Ha a generációváltás kapcsán majd örökbe fogadják a negyedik gyereket, a cégcsoportot a két testvérével, akkor édesapja a stratégiai kérdésekben fog tanácsokat adni, legalábbis ő ezt állította, vagy ez lenne a vágya. Hogy, hogy képzeli majd el a, azt a működést, amikor ő már hátrébb lép, és akkor ön és a két testvére lesz. Mert véletlenül mondta, hogy két év mire valaki egy adott területen otthon van, akkor édesapja talán három évet mondott, de ebben nem vagyok biztos, de hogy évek múltán nyugdíjban megy, tehát pont fog beérni a két testvére, hogy Jól együtt tudnak dolgozni, vagy nem, de hogy képzelé majd el a cég struktúráját? Ez egy jó kérdés. Úgy gondolom, hogy én azt szeretném, hogyha édesapám nevezzük így, hogy nyugdíjba is megy, akkor, akkor azért annyira sosem menne nyugdíjba, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem jönne be, egyáltalán nem foglalkoznak. foglalkozna. Én is nehezen tudom elképzelni róla, és őszintén szóval jól is van ez így, tehát én mindenféle szempontból azt szeretném, hogyha ő legalább egy kicsit is, de mindig együtt élne ezzel a, ezzel a ő negyedik gyerekével, és, és ha másnak, akkor egy héten egyszer legalább látnánk az irodába, később is, vagy, vagy, lenne kedve megjelenni, és érdekelni, hogy mi történik. De szerintem fogja érdekelni, mert én őt úgy ismerem, hogy, hogy, elég tevékeny típus. Ha a testvéreim is aláírják ezt a bizonyos örökbefogadási papírt, szerződést, akkor, akkor azt gondolom, hogy azokat a területeket, esetleg azokat a területeket, amiket jelenleg operatíve nem én alám tartoznak, hanem, hanem mondjuk édesapám alá, azokból a területekből lenne célszerű nekik átvállalni, és hát addig még, ugye ez még két év, mondjuk minimum, addig még terveink szerint azért történnek majd dolgok, tehát még történhetnek fejlődések, új területek esetleg ugye a cégcsoport vonatkozásába, és hát azokat már ugye együtt lehetne építeni, úgyhogy ők, ők, is, hát nem időzőben mondom a csakot, nem csak hogy átveszik, hanem hogy, hanem hogy a felépítésébe is hozzátesznek. Új területekről vizionált most, hogy mi lehet a, a negyedik lába mondjuk a cégnek, vagy milyen új területekre szeretnének fókuszálni, vagy szeretne ön fókuszálni? Először is azt tartom fontosnak, hogy a, a, meglévő területeket, azokat, azokat fejlesszük és jobbá tegyük. Szóval, hogy a, abba a hibába nem szeretném, ha beleesnénk, hogy, hogy túlvállaljuk magunkat, jó sok területet, jó sok mindent elkezdünk csinálni, majd aztán nem tudjuk kellően jól csinálni ahhoz, hogy, hogy azon a területen, hogy mondjam, a piac szabályait figyelembe véve meg tudjuk vetni a lábunkat. Arra szeretnék fókuszálni az elkövetkezendő, mondjuk úgy, hogy rövid, rövid távon mindenképpen, amiről beszéltem a, a beszélgetésünk elején, hogy bizonyos strukturális szervezeti fejlesztéseket megcsináljunk. Ez, ez az évünk elég komoly részben erről szól egyébként. Elkezdtük ezt a folyamatot tavaly, és az idei év erre még jó részt rámegy, de nagyon sok munkát el fogunk végezni az idén, és, és, és ez egy nagyon fontos dolog, úgy gondolom. A, amit szeretnék még mindenképpen az az, hogy hogy külföldi irányokba megpróbálni elmozdulni. Vannak azért már határon ilyenek. Határon túli, vagy pedig, már persze minden külföld határon túli, de hogy a, a, a régi Nagy-Magyarország területére, vagy még messzebb is? Alapvetően a szomszédos országokra gondolok most. Van már ilyen projektünk jelenleg is, ami, mert ami, hát ugye Ukrajna területén van, Beregszász mellett építünk egy egy ilyen huladékfeldolgozó oh, hát központot. Hát ott, ott lesz is munka, meg, meg, a mostani munkavégzés sem túl egyszerű, szóval hogy ott azért tényleg olyan helyzet van most, hogy hát az, 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 az komoly fejtörést meg kihívást jelent. De milyen Én, aspektusban, milyen, miért? Hát ugye ebben a háborús helyzetben konkrétan nagyon nehéz embert találni ott, aki a, ja, munk a, a munkát, a, munkát el tudja végezni, tehát alig, alig lehet munkaerőt találni ez a szerződésünk egyébként pont olyan, hogy ezt még a, ezt még a, a, a konfliktus kitörése előtt kötöttük meg, és hát már most lassan a vége felé járunk, szóval azt gondolom, hogy június környékén ennek vége kell legyen, tehát át kell tudjuk adni ezt a létesítményt, de nem egyszerű. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy már van erre példa, és, és szeretnénk még egyéb szomszédos országokba is lehetőség szerint valamilyen módon megvetni a lábunkat. Ezt egy fontos dolognak tartom itt az elkövetkezendő, mondjuk úgy, hogy hosszú távon, tehát mondjuk egy tíz éves távon, hogy minél inkább ki tudjunk, ki tudjunk szélesedni az irányba is. Ugye Magyarországon belül is tudunk, mert ugye a régióban azért jelen vagyunk, és bizonyos tevékenységeinkkel nem csak a régióban, hanem az ország egész területén tulajdonképpen, de, de azért nagyon fontos, ha úgy tetszik új láb, vagy egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen mellékpillér tudna lenni, hogy ha külföldi irányokba is tudnánk, tudnánk terjeszkedni, és én ezt szeretném. Ha tíz év múlva beszélgetünk esetleg, akkor mi lenne az, amit akkor arra a kérdésre, hogy az elmúlt tíz évben mire büszke, el tudná mondani. Elsőnek is, hogy ha, ha, jól számolom így hirtelen fejbe, akkor tíz év múlva fog érettségizni a kisfiam. Tehát akkor az első az az lenne, hogy ha jól sikerült az érettségije, akkor arra lennék nagyon büszke. Mert ugye most 8 éves, tehát 10 év múlva 18 lesz. Hát a cégcsoportot érintően pedig, hogyha azt a most általánosságban tudom mondani, mert hát részleteibe, ugye ez még a jövő, tehát nem könnyű, nem lenne könnyű, de általánosságban, hogyha azt a fejlődési pályát vagy ütemet azt, azt nagyjából tartani tudnánk, amit, amit mondjuk az elmúlt 20 évben, vagy szűkén véve 10 évben, tágabban véve 20 évben, vagy akár 30-ban tudnánk tartani, és ebben nem lennének különösebb ilyen hullámok, hanem mindig egy felfelé ívelő, ha nem is mindig nagyon, de, de, de egy kicsit legalább mindig felfelé évelő pályát tudnánk bejárni, akkor azt gondolom, hogy az, egy, hogy, hogy az egy, egyfajta elégedettségre okot adhatna nekem tíz év múlva. Említette, hogy Ukrajnában munkaerő problémákkal küzdenek a sorozás miatt, de a magyar vállalkozók arra panaszkodnak, hogy nagy a fluktuáció, hogy nem mi a helyzet ezen a téren? Ez mindenkinek nehéz szerintem most. Teljesen más a munkaerőpiacnak az állapota, hát alapvetően a helyzet is más nyilván az egész országban, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt volt. De ez a munkaerőpiacon nagyon-nagyon látszik. És hogy lehet megtartani az embereket? Hát meg kell próbálni őket nyilván versenyképes bérért foglalkoztatni, ez egy, ez egy alapvetés már, tehát ez ez már úgymond nem egy extra, szóval, hogy enélkül, enélkül lehetetlen. És és hát valami egyéb módon motiválni, motiválni őket, ez pedig még Jó nehezebb. Környezet mert... Az környezet az mennyire számít, és akkor most eszembe jutott valami, egyszer mentem föl, felső nyárad és ragály felé, és akivel utaztam, ő mondta, hogy nézd, ez a hercsikéknek a földje, és volt egy nagyon szép épület, amire simán ki lehetne írni, hogy panzió, és akkor ez az illető azt mondta nekem, hogy az az itteni juhászoknak a szállása. Ez így van. Ez így van, és nem csak egy olyan épület van, hanem minden állattartó telepen van egy olyan. Ez például egy olyan tényező, ami, amit én személy szerint mondjuk úgy gondolom, hogy motiváló lehet valakinek, hogy egy panziószerű, vagy olyan minőségű, hogy mondjam, munkakörnyezetet biztosítunk. Volt. Még így is sokszor nehéz. Embere válogatja, hogy ezt valaki értékeli-e, vagy, vagy, vagy kevésbé értékeli. Meg mindenkinek vagy eltérőek azért a, motiváció, a, a motivációim, hogy hogyan lehet valakit motiválni, ez generáció, generációs különbségek is vannak ebben, meg hát egyéni különbségek is vannak ebben. Megpróbáljuk ezeket a dolgokat mi megtenni, tehát azokat a mondjuk úgy, hogy infrastruktúrális jellegű feltételeket, hogy egy... Szép irodában, meg szép uh, környezetben uh, dolgozzanak a kollégák, ezt, ezt, ezt biztosítjuk. De ezt én egy alapvetésnek gondolom azért már a mai, a mai világban. A, abban, a, abban a méretben, vagy abban a szegmensben, ahova mi szeretnénk uh, tartozni, vagy ahova, mm. ahova szeretnénk magunkat pozícionálni, szóval azt már nem lehet szerintem megtenni, hogy amit mondjuk még 15 évvel ezelőtt adott esetben meg lehetett, hogy a munkakörülmények azok, azok nem, nem, hogy mondjam, európai színvonalúak. Édesapja lokálpatrióta, talán a műsorban is mondta, hogy ő Miskolcon született vasgyári gyerek, itt is élt el az életét, a vállalkozása is itt vannak. Önnel mi a helyzet? Hát én is itt élek, ugye itt, itt, jártam iskolába, hát egészen gimnáziumig, ugye egy az egyetemet az Budapesten végeztem el, de, de ezt én így is szerettem volna, tehát hogy én ezt tudatosan így akartam, hogy Budapesten akartam elvégezni azt az egyetemet, amit elvégeztem. Viszont végig hát gyakorlatilag egész életem során, mi, hogy mióta az eszemet tudom, mindig is Magyarországon akartam élni, tehát úgy képzeltem el az életemet, hogy biztos, hogy nem külföldön. Ugye ez, ez még akár 15 évvel ezelőtt, vagy akár 10 évvel ezelőtt is azért egy, egy ilyen, mondjuk egy ilyen nyugat-európai élet azért sokkal vonzóbbnak tűnt, mint mondjuk, mint mondjuk ma. És én akkor is azt gondoltam, hogy itt akarok élni, tehát ez, ez nem volt kérdés sose. Miskolchoz rengeteg dolog köt, ugye, mivel hogy a visszautalva a legelejére a szerződést aláírtam az örökbefogadásról, ezért ugye az összes cég, az összes feladat tulajdonképpen az ehhez a térséghez köt engem. És itt is élek, tartózkodom ugyan Budapesten heti egy-két alkalmat, de az esetek 99%-ában mindig hazajövök estére a családhoz, tehát szeretek is itt, itt, itt élni. Hogy lokálpatrióta vagyok-e? Hát ezt majd megítéli a, nem tudom, az utókor, vagy, vagy, vagy a környezetem. Igyekszem az lenni. Tehát, hogyha, hogyha ezt abban mérik, hogy szeretek-e itt lakni, és um, van-e tervem, vagy, vagy, vagy hogy szeretek-e tenni a, a, az itteni közösségért, az itteni, tehát a városért, a, a, a környezetért, akkor, akkor azt gondolom, igen, azt gondolom, az vagyok. Múltkor voltam egy rendezvényen, ahol ön is ott volt, illetve hát a családja. Én azt gondolom, hogy ön egy nagyon büszke és boldog családfő lehet. Nagyon szép és kedves felesége van, és tünemények a gyerekei. kislány az, az, a cserfességével, meg a viselkedésével tényleg egy angyal. Már utalt rá, hogy hétvégente a családé az ideje. Igen. Hogy kell elképzelni, hogy szabad idejében, mennyi jut a családra, mennyi jut, nem tudom én, vadozásra, focizásra, vadászatra, vagy, vagy milyen hobbiai vannak. köszönöm szépen a dicséretet a család vonatkozásába. Nagyon szép családom van, és nagyon büszke is vagyok rájuk, és nagyon hálás is vagyok érte, hogy, hogy, hogy ez megadott nekem, hogy, hogy, hogy egy ilyen, ilyen szép családom legyen. Nem lehet elég időt tölteni velük, szóval, hogy minél több időt tölt az ember a családjával, minél többet foglalkozik a gyerekeivel, annál jobb, annál jobb, és ez olyan nincs, hogy elég tulajdonképpen. Azért a hétköznapok rázósak szoktak lenni, szóval, hogy azért én este, este hat előtt nem, nem, szoktam általában hazaérni, vagy nagyon ritkán. Hozzáteszem, hogy a gyerekek is négy óráig iskolába vannak, óvodába vannak, tehát ha túl sokkal hamarabb érnék haza, akkor se nagyon lenne időm, vagy időnk együtt lenni, vagy lehetőségünk együtt lenni, mert azért ők is elég elfoglaltak, mondjuk így. És hát ahogy nőnek, talán még inkább azok lesznek, ugye jönnek majd a, 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 a feladatok. A hétvégéket, ahogy mondta is, azokat azokat velük töltöm, és hát igyekszünk nyilván olyan minőségi időket találni, hogy hogy, hogy, hogy együtt tudjunk lenni, ami tényleg feltölt mindannyiunkat. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, a családdal való együttlét az egy nagyon fontos, háttere, hogy úgy mondjam, a, a munkának. Tehát, hogy van hova hazamenni, és az a, az a haza, az az otthon, az olyan, hogy, hogy oda úgy megy haza az ember, hogy az jó. Tehát, hogy nem több stresszt okoz, hanem nyugalmat okoz. Az egy olyan fontos tényezője szerintem mindenkinek az életének, de az enyémnek mindenféleképpen, ami, ami, aminek én sokat köszönhetek. Szóval, hogy a viszonylag kiegyensúlyozottnak érzem magam a munkába, abban nagy szerepe van annak, hogy a a biztos háttér. Hogy a biztos háttér az adott nekem a családom tekintetében. Ebben kiemelt szerepe van egyébként a feleségemnek, amiért köszönet illeti őt. Ez egy nagyon fontos dolog, és én ezt. Hát szerencsés neki ez a magamat tekintetben, hogy ezt, ezt, ezt így sikerült nekünk közösen megalkotni, ezt a kis családot. És ön időre marad? lehetősége, ideje? Valamennyi marad, ebből is lehetne több nyilván, de annyi idő meg a világon nincs. Amire nagyon igyekszem odafigyelni az utóbbi, hát már több mint kettő évben az az, hogy, hogy rendszeresen sportoljak. Az egyetem elvégzése után én több mint tíz évig szinte semmit nem mozogtam, és ez, ez azért nem tett jót nekem. Az elmúlt kettő évben rendszeresen mozgok erre, nagyon igyekszem odafigyelni. De ezt én nem tekintem igazából hobbinak, hanem ezt egy ilyen szükséges dolognak tekintem. ami forma vagy igen. Az ember sportol akkor teljesen más a közérzete. Ez így igaz. Ez így igaz. Ez nagyon, főleg hosszú távon igaz ez. Tehát legalábbis az én esetemben úgy volt, hogy hogy amikor meghoztam ezt a döntést, úgymond, hogy akkor változtatok egy kicsit az életmódomon, akkor akkor ez nyilván nehéz volt, de kitartással ez azért hosszú távon, nem mondom, hogy teljesen más életet eredményez, de azért egy, egy relevánsan, jelentősen más közérzetet és, és stressztűrő képességet, egyebeket is javítja, szóval hogy ez egy, ez egy jó döntés volt, de mondom még egyszer, ez, ez én időnek, számít, de, de hobbinak nem. Hát a hobbi az, az, szóval én nekem nincs olyan hobbim, amiért így rajonganék. Szóval, hogy így csak azt csinálom, és, és, és akkor bele vagyok ebből vakulva. Hanem vannak hobbiaim, jut néha idő nyáron, nyári időszakba egy kis hajózásra ha Balatonon, illetve hát vadász szok is. De hát azért ez nem túl gyakori, szóval, hogy akkor, amikor ennek idénye van, ez azért leginkább a társas vadászatok tekintetében az ilyen őszi időszak, mm -hmm. akkor szoktam vadászni. Hercsik Dávidot a mentó cégcsoport társ tulajdonosát hallották. Én köszönöm neki, hogy elfogadta a meghívásomat. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, korábbi adásainkat, és ezt is a bónon meg tudják hallgatni. Viszont hallásra! Köszönöm szépen, viszont a